Sok éve zajlik a Magyar Autóklub és az Országos Rendőrfőkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága által szervezett Ki a Mester Kétkeréken versenysorozat. Ennek keretében 10-12 éves általános iskolás tanulók mutatják meg, hogy milyen ügyesen kezelik a kerékpárt, valamint mennyire felkészültek a KRESZ szabályaiból. Az országos megmérettetésen a megyei és fővárosi balesetmegelőzési bizottságok által indított csapatok vettek részt. Idén Egerben rendezték meg a Ki a Mester Kétkeréken elnevezésű versenynek az országos döntőjét. Baranya megyében Szentkereszti Rékai Szabó Adrián Zénó képviselte a Pécsi Testvérvárosok Tere általános iskola diákjai. Június 9-én volt a megnyitó, és a megnyitót követően egy 30 kérdéses tesztlapot kellett a gyerekeknek kitölteni. 40 kisdiák töltötte ki a hagyományos KRESZ vizsgához hasonlóan szituációs feladatokból, feleletválasztós kérdésekből és jelzőtáblás feladatokból álló lapokat. Ezt egy szakértő által épített, komoly tudást igénylő ügyességi verseny követte, ahol a csapat lánytagja kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Egy ügyességi pályán kellett a gyerekeknek helytállniuk, ahol Réka bemutatta, hogy igenis meg lehet csinálni ezt a pályát hibátlanul. Így egyéniben Réka lett az első, Zénó pedig a hetedik helyen. A csapat összetettben első helyet szerzett, Szentkereszti Tamás, a csapat tanára pedig a legjobb felkészítő pedagógus díjat tudhatja magáénak. Külön érdekessége a versenynek, hogy az első két helyezett képviselti hazánkat a Nemzetközi Automobil Szövetség, az FIA Európai Közlekedésbiztonsági Versenyének nemzetközi döntőjében, melyet idén ősszel tartanak a horvátországi Zadarban.